Sziasztok, nézzük meg Zugló vasútállomást, amit felújítottak, ha minden igaz. Mint ahogy látszik, a lépcső az nem újult meg, az ugyanaz a régi kopott, ez viszont szépen le vannak festve a falak, az látszik, még a korlátot is lefestették. Na viszont a perontető az megújult, meg itt az állomás részek is, új burkolatot kapott. Új kijelzők. Új utcabútorok. Automaták. És ott bent vannak a pénztárak, ott vannak a vasútőrök, nem akarok zargatni a csenkit. Nézzünk el a peron vége felé. Szépen megcsinálták, kíváncsi a szekünkben, hogy lesz ilyen állapotban. Ez az állomás nagyon szabad grafitizva. Állapotot. Rakéta. Új tábla. Zugló. Van WC is. Műszaki okok miatt zárva. Na, ez jó. Épp, hogy átadták, de már zárva. Műszaki okok miatt. Pozitív. Nagyon pozitív. És akkor itt vannak a bárkányok, szép új kijelzők. Az óra jól jár. Kíváncsi leszek, hogy addig lesz ilyen állapotban ez az állomás. És itt egy éles váltás a burkolatban. Van más típusú a burkolat. Szépen megcsinálták ezt a burkolatot, de olyan hullámos, mint a Balaton, srácok. Érdemes megnézni. Jó kis eső után, hogy milyen tócsák képződnek benne. Ez van, ezt tudjuk. 2019-ben erre volt képes a brigád. Kimegyek a végére. Ott még vannak régi padok. Jó kis építési anyag, még dolgoznak nagyba. Ez olyan egy cili, régi pad, megállt az idő. Itt is egy régi pad, és itt egy zugló tábla. Meg a másik zsírúj táblák. És ez bejött a 06-os szilú. Ezek ilyen aknafedlapok. Azért itt még dolgozgatna. Itt meg még hullámosabb. Ahogy haladunk ki a peron vége felé, egyre hullámosabb a peron. Nem tudom, mi történt itt. Már elfogyott már a pióka, piácska. Gyerekek, ez nagyon hullámos ez a plac. Na mindegy. Örüljünk neki, hogy van. Ne legyünk negatívak. Látjátok, itt még azért van építési anyag. Itt egy
gumikalapács, keresi gazdáját, itt meg hízakok vannak még. Úgy gondoltam, hogy így a frankó bemutatni, hogy milyen állapotban van az állomás teljes egészében. Itt egy béka. Itt még van mit letérkevezni. Azért az látszik, hogy a technológia azért a legmagasabb szinteken, hogy a földre rakják a térkövet. Azért ez minőségi munka lesz. Messze neki. Gondoljátok el, lehet az egész így van lerakva. Földre. Na mindegy. Összességében jól néz ki. De kíváncsi leszek, mi meddig lesz ilyen állapotban. Mert ez, amit itt járkálok, azt tudja, hogy meg fog süllyedni. Na de vegyük fel a szilit. Végén két IC kocsi. Na szóval így fest az ugróállomás. Január 12-én. Ugyanaz nap veszem föl, mint a kőbánya alsós videót. Szerintem az hamarabb ki fog kerülni. Hát, nem tudom. Milyen hullámos. Olyan súlyedések vannak benne, hogy nagyon. De hát ez van. Ezt kell elfogadni. Örüljünk, hogy van. És jön egy másik vonat. Ez is egy szilis vonatocska. Az előbb a 006 volt, most egy 007. Hát, és megy hidegen. Akkor a 122. Ó, a retro festésű kocsi is van benne. De még nem videóztam. Tájékoztatás is megújult, mert újak ezek a cuccok. A tábla az a régi. Jó kis BHV. De ritka látvány van, és kamerás. Van rajta kamera, azt írja ott a papír. BHRV. Elnézésteket kérem. Indul is. És itt Marzó utcamotor. Innentől más a térkő is. Hagyjátok.
mindjárt jön még egy vonat. Ezt még megvárom. Lépcsőnek a fedése az megmaradt a régi, és mindjárt jön egy flört. Ennyi lett volna az egy jogos utána, és videója. Vegyes érzelmek vannak bennem, mert van, amit jól megcsináltak, de van, amit elég trehányul. Sziasztok! Jó, nyertek! Találkozunk egy következő videóban. Ciao!